elnézést. Quintina. Behoztam a cumis üvegét. Köszönöm szépen. Gyere, Juan David. Tökéletes. Jó lesz. Jó. Oké. Okay. Megszokta már, hogy a saját szobájában alszik, viszont minden éjszaka, ameddig Juan nincs itt, a kis hercegem velem fog aludni. Jó lesz, szívem? Biztos vagyok benne, hogy örül neki. Semmit se szeret jobban, mint az anyukájával aludni. De tudja mit, Señora Normita? Szegény nagyon nyugtalan volt, mintha tudta volna, hogy valami rossz történt Don Juanitóval. Tudja, azt hiszem, hogy a gyerekek mintha megéreznének mindent, ami a szüleikkel történik, nem? És hogy van Don Juanito, ha? Tényleg hamar felépül, ugye? Nem tudom. De Juan nagyon erős ember. Én hiszek benne, hogy gyorsan rendbe fog jönni. De mondjak valamit, Quintina. Jaj, szörnyű érzés volt otthagyni őt a kórházban, mert olyan volt, mint egy nagy védtelen gyerek, aki arra kér, hogy maradjak még vele egy kicsit. Jaj, szegényke. Igen. És miért nem maradt ott vele? Amikor felajánlottam neki, rögtön megváltozott, és azt mondta, nem, jöjjek haza, és aludjak itt ezzel a kisemberrel. Nos, hát akkor aludjon jól a kis angyalkájával. Már tudja, hogy nyugodtan pihenhet, mert Don Juanito jó ellátást kap. És másfelől tudjuk, hogy az édesanyja és a nagyapja nagyszerűen megvannak, és nincs semmi bajuk. Igen, ugye? Tudni, hogy az édesanyám jól van, igazán megnyugtató. Nos, ha bármire szüksége van, csak szóljon. Köszönöm. Jól van. Jó ét! Szervusz. Szervusz. Aludjunk szépen. Hol van az apám? Hol az apám? Jöjjön. Na. Mi van Gabriellával? Nem akarta elhinni a magyarázatomat, és elkezdett mindkettőnket ütni vágni. Aztán a nagy erőlködésben elájult. És akkor most elviszed orvoshoz? Nem, dehogy. Sajnálom, de az adott körülmények között nincs más választásunk, mint áthelyezni ebből a szobából egy biztonságosabb helyre. Nos, vigyük őt a ház alaksorába. Menjünk. Álmunkban sem gondoltuk, hogy ilyen rossz hír fogad minket. Ki gondolta volna, hogy Juan balesetet szenved? Amikor elmentünk, még teljesen jól volt. Veled meg a többi farmerral tréningeztette a lovakat. Ahhoz, hogy meghalljunk, elég csak életben lennünk. Szegény Juan nagyon csúnyán eltörte a lábát. Szerintem jó ideig nem tud majd dolgozni. Pedig nagy szükségünk van rá. Meddig lesz bent a kórházban? Egy hétig. De utána még egy jó darabig gipszben kell legyen. Talán egy kis pihenés majd jót tesz neki. Még ha kényszerből is. Ez a fickó olyan keményen dolgozik, mint a güzű. És veletek mi volt? Láttátok anyátokat? Igen, de őszintén szólva szerintük nincs valami jól. Szegény asszony nagyon zavart. Az egyetlen, akit lelkesen fogadott, ami nos, a vén Filemon volt, aki szinte alig látogatja őt. És nem mondták az orvosok, hogy mikor engedik ki? De úgy tűnik, hogy hamarosan, vagyis azt hiszem. Még nem jött rendbe teljesen. De ami azt illeti, éppen itt kezdődik a mi problémánk. Igen, mert nem tudjuk, hogy hová vihetnénk. Mivel az apánk odavitte a szeretőjét a házba. Micsoda? Apátokkal lakik egy nő a házban. Úgy bizony. Akár a lánya lehetne, sőt, az unokája. De hát ez a csirkefogó egyre szégyen teljesebb. Persze, ahogy a mondják, a korral együtt nő a vágy. Ugyanaz a problémája, mint neked, Olegario. Nem képes egyetlen nővel lenni, kettő-három is kell neki egyszerre. Mintha egy nő magában nem lenne bőven elég gond. Szegény öreg édesanyánk. Nem tudja, mi vár rá, amikor kijön majd a szanatóriumból. Nagyon jó, remekül csinálják. Milyen gyönyörű virág. Ó, nagyon szép munka. Mi a baj?
Miért nem akar festeni Hortenzia? Nézze, milyen élvezettel csinálják a társai. Ha nem működik együtt, tudja, hogy nem kerül ki innen. Hortenzia. Jól van. Keljen fel, jó? Menjen és sétáljon, mozogjon kicsit. Nem tesz jót magának, ha így befelé fordul. Fel a fejjel. Képű vénember. A barátja meghalt. A barátja, aki ebben a szobában volt, akit látogatott, nagyon rosszul lett, és meghalt. Gonosz vénember! Ez biztos nem igaz! Igen, igaz! Ez nem igaz! De igen, igaz! Az egyik ápolónőtől hallottam, nem hazudok magának. Szomorú. Jöjjön. Hé, emberek! Mégis hová mennek? Mit csinálnak? Mint mindig, Don Fernando újabb feladatot adott nekünk. Most éppen rendbe kell tennünk az alaksor Donya Gabrielának. Szerintünk azonban nem túl jó ötlet oda zárni őt, mert lent még több problémát jelenthet. Ne kérdőjelezzék meg a főnökük utasításait, hanem teljesítsék őket. Ha úgy döntött, hogy a felesége ott lesz, annak megvan az oka. És punktum. Mozogjanak. Jobban érzed magad, Gabriela? Még élek. Nem kell aggódnod. Azonban azzal, ahogy bántok velem, hamarosan megöltök. Miért nem beszélünk világosan? Talán engem jobban megértesz, mint Fernandót. Mindkettőtök átok. Nem tudom, ki a rosszabb. Nos. Hát én legalább szókimondóbb vagyok. Rátérek a tárgyra, kertelés nélkül. Gabriela, írj alá Fernandónak egy meghatalmazást, amivel engedélyezed neki az eladást, vagy hogy elintézze a szükséges papírokat. És mégis minek fejében tennék meg ilyesmit? A szabadságodért cserébe. Írd alá, és Fernando eltűnik az életedből. Hm.
Hát ezért vett feleségül. Hogy elvegyem mindenemet, és az utcán hagyjon nincstelenül. A lányaim tisztelete, támogatása és szeretete nélkül. Te mit gondolsz? Szerinted nem volt kockázatos hozzá menned egy olyan férfihoz, mint Fernando? Jól figyelj rám, Dinora Rosales. Per pillanat a legkevésbé sem érdekel engem, hogy mi történik. De bármit képes vagyok megadni apám biztonságáért. Mondd meg, hogy hol van. Bizonyítsd be nekem, hogy él és virul. És akkor igenis hajlandó vagyok a nevére iratni mindent, még a lelkemet is, vagy a ruhát, ami most rajtam van. Rendben. Tökéletes. Előbb aláírod, aztán elviszlek Don Martinhoz. Ti azt hiszitek, annyira ostoba vagyok, hogy majd alkut kötök két olyan bűnözővel, mint Fernando és te. Nekem is jogom van feltételeket szabni. Nem, neked nincs jogod semmihez. És mivel nem lehet beszélni veled, majd máskor vitatjuk meg. Én ugyan nem sietek. Biztos azért mondod ezt, mert hazudsz. Bizonyára az égvilágon semmit sem tudsz az apámról. Hol van? Mit csináltatok vele? Mit titkolsz előlem? Nem titkolunk előled semmit! Csillapodj! Csillapodj! És nem erőszerj még egyszer sem beszállni velem, mert mindig, mindig te fogod húzni a rövidebbet, megértetted? Ne írd alá! Ne engedelmeskedj! Ne tegyél semmit! De mindaddig itt fogsz rohadni az alaksorban! Majd meglátjuk, ki fárad bele előbb. Sem Fernando, sem én nem kérünk többet az égvilágon semmit, Gabriela! Te hívsz majd minket! Te leszel az! Szinkront az MTVA megbízása.